A szürke felhők a hódarát hordozták magukban, mikor a reggeli 7 órai busz elment előttem a megállóból. A kabátom belseje kiszakadt, így a résen át késként szúrt belém a mínuszos szél. A fagyott talajt figyeltem a lapáttal a kezemben. Hetek óta csatornákat fektettünk a vállalkozónál, gyakorlatilag egész nap ástam. Kezeimen a lapáttól feltölt hólyagokat nem éreztem, mert annyira hideg volt. A lassú reggeli lapátolás egyre merevebbé tette a gondolatot, miszerint nekem ez lesz a sorsom. Segédmunkásként dolgozni a gödrökben. A következő pillanatban egy jármű reflektora törte át a halvány ködöt, és egy rendőrautó gurult el lassan mellettem az úton. A kezemben lévő lapáttal megálltam, és néztem hosszasan. A kocsiban két egyenruhás ült, akik fejükkel biccentettek, majd tovább haladtak. Úgy éreztem, a lelkem húzták magukkal a rendőrautó hátsó lökhárítójára rögzítve. A lelkem, ami egyenruhára vágyik. A lelkem, ami a rendőrautó üvegének utolsó oldalán akar kinézni, zsarukként. Abban az időben nem volt se érettségim, se más iskolám. A rendőri hivatás távolabbnak tűnt, mint a stratoszféra. Aztán az idő lassú múlása kivett a gödörből, és a lapátot lecserélte tanszerre. A tanszerekből érettségi bizonyítvány, majd egyetemi végzettség lett. És a szakadt munkáskabát egy jelvényes rendőrzubbonnyá változott. Ma is eszembe jut, ha a rendőrautóból gödröt ásó fiatalokat látok. Vajon ők is kilépnek a gödörből? Vajon nekik is álmuk, hogy rendőrök vagy más egyebek legyenek? Remélem, hogy igen. Addig pedig fejemmel biccentek a munkásnak, a szemével végigkíséri, ahogy elhaladok mellette a rendőrautóval, a szitáló ködben.